Ebben a kísérletben a tojásfehérjeként tartalmát szeretném kimutatni. A kísérlethez szükségem lesz ólomklorid oldatra, tojásfehérje oldatra, borszeszégőre, szilárd nátriumhidroxidra, egy vegyszeres fanalra, gyufára, valamint kémcsőfogóra. Először szilárd nátriumhidroxidot adok a tojásfehérjéhez. Majd melegítem, kezdem a kémcső tartalmát. A melegítést mindig a láng felső harmadánál végezzük. Közben az is látszik, hogy a fehérjék egy része hőhatására denaturálódik. Most pedig hozzáöntöm az ólomklorid oldatot. És már is látszik a fekete színű ólomszulfid csapadék megjelenése. Ezzel bizonyítottuk, hogy a tojásfehérje ként tartalmaz két kéntartalmú fehérjét, a metionint, illetve a cisztein tartalmazza. A kísérlet magyarázata, hogy a fehérjék kéntartalma a nátriumhidroxiddal történt melegítés hatására szulfidionokká alakult el, amelyek az ólomionokkal fekete színű ólomszulfid csapadékot képeztek.